Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok! A stúdióban itt van már Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, és Gáspár Kristóf, a Paradigma Intézet elemzője. Jó estét! Demográfiai csúcs, kezdjük ezzel. Orbán Viktor is beszédet mondott. Kezdjük Orbán Viktor beszédével. Mit szóltok, mit szólnak hozzá? Ebben a beszédben az én filhallásom szerint tovább építette a vannak a gonosz liberálisok, akik azonosak a kommunistákkal, a marxistákkal, mert én Marxot hoztam velük összefüggésbe, és vannak a jók, a családpártiak. Csak az nehéz ebbe az amúgy is hamis kétosztatú világképbe elhelyezni, hogy azok a nyugat-európai országok, amelyeknek a vezetését és elitjét ő most liberálisnak mondja, speciál valamivel jobban állnak a demográfiában, mint mi. És Európában mindenütt van népességfogyás, de hát kimutatható, hogy ezekben az országokban mégis jobb az egy nőre eső, egy családra eső gyerekvállási szám, mint nálunk. Ehhez képest hogy tudja azt mondani, hogy az úgymond liberálisok, és neki mindenki liberális, aki az Orbán rendszer ellenfele, családellenesek, míg mi családpártiak vagyunk. Önmagában az a mondat, az az Orbáni mondat, hogy azért támadják a kormányt, de ő heroikusan kitart a bástyán, mert hazafias és családbarát, hát egy merő hazugság. Támadni azért szokták, vagy szokta a belföldi ellenzék is, mert idegen érdekeket szolgál például Putyin oldalán. Vagy, hogy a család barátsága, ahol a szándék őszinteségét nem vonom kétségbe, nagyon felemásan nyilvánul meg, mert épp a legszegényebbek családoknak jut kevesebb. Épp most dúlták szét a védőnői hálózatot. Épp most nem lehet szülni hétvégén jó néhány vidéki kórházban. Épp most hagyják el az óvodákat és az iskolákat a pedagógusok. Viszont bejelentette, hogy a három gyerekes anyákra is kiterjesztik majd az SZIA mentességet. Tehát volt azért bejelentés is, közben pedig nem itt Szent Király Alexandra hírtévében arról beszélt, hogy a városi csok helyett majd részleteket nem tudunk, lesz valamiféle csok plusz, ugye ezt nemrég változtatták, nemrég törölték el. Miért lépi meg most ezeket a kormány, hogy látod ezt politikai elemzőként? Ugye az, hogy most már három gyerekesekre is ki akarják terjeszteni az SZIA mentességet, három gyerekes édesanyákra is ki akarják terjeszteni, ez nem egy új dolog, erről már Orbán Viktor szerintem 2020-ban is beszélt. Tehát én azt látom, hogy a boszorkány konyhában, mintha ezek közül a szakpolitikai intézkedések közül a nagyon nagy innovációra nem igazán hát terjedt volna ki a gondolkodás, maradt az, hogy persze valamit szeretnénk adni, és akkor amiről már egyszer beszéltünk, akkor azt megadjuk. Én azt gondolom abszolút, hogy itt volt egyfajta számolgatás is, hogy mi az, amit még a költségvetés elbír, és mi az, amit viszont a választási kampányban hát muszáj lesz egy kicsit visszaadni, mégiscsak az embereknek, hiszen ne felejtsük el, hogy azért a 2022-es választások előtt ezt azért most már utólag mindenki kijelentette, hogy valóban egy választási osztogatás volt, aminek akkora lyukat ütött a költségvetésen, hogy az egész azt követő másfél év az azzal ment el, és azzal megy el mi most is, hogy adóemelések és új adóknak a kivetési formájában próbálja ugye betoldozgatni a költségvetésen keletkezett lyukat a kormányzat. Szerintem nagyjából erre vezethető vissza az, hogy családpolitikai intézkedéseket ugye átalakították pár hónappal ezelőtt, és abból, hogy most egy ilyen gyenge visszatáncolás jön, hogy hát de nem is törlik el a városi csokot, ugye ez 5000 fő feletti települések esetében már nem lehetne csokot igényelni január 1-től, de most kitalálják ősszel, hogy valamit azért, ami sokkal jobb lesz, meg sokkal hatékonyabb lesz, azt majd bevezetnek. Ez megint az, hogy nincs egy következetes közpolitika alkotási terve a kormányzatnak, kizárólag a politikai érdek mentén, kizárólag a saját mért közönkutatási számaik szerint kormányoznak, ami persze érthető, és azért sikere is vezette a kormányzatot, de azért a kiszámíthatóságot, és ebben főleg, hogy a családpolitika ennyire fontos területnek gondolja a kormányfő is, akkor azért jó lenne, hogyha lenne egy ilyen kiszámíthatóság, hiszen a választási kampányban egy ígéretük biztos volt, marad a családpolitika, és nem maradt meg a családpolitika. Volt még egy érdekes felszólalás, nyilván több is volt, de egyet most kiemelnék, Giorgia Meloni, az olasz miniszterelnök, aki persze demográfiáról beszélt a legtöbbet a beszédében, de említést tett az új orosz történelem tankönyvről, meg az ukrán-orosz háborúról, meg egyáltalán erről a kapcsolatról, azt mondja, hogy őt megdöbbentette az 56-os ellentmondások felemlegetése, 50 nem csupán a külföldi hatalom elleni felkelés volt, és ezt fejtegeti, majd azt mondja, ma ugyanezt látjuk Ukrajnában, és ezt nem tudjuk elfogadni. Mit gondolnak erről? Ez azért volt érdekes,
akár belpolitikai szempontból is, mert nyilvánvalóan Meloni meleg üdvözlése, amely a miniszterelnöki szájból elhangzott, a régi eszmei barátságot próbálta visszahozni, hiszen borzasztó nagy szüksége volna Orbánnak arra, hogy az Európai Unión belül, hát nem mindenki a sarokba ültesse őt a szégyenpadra. Ezt a reményt azt kell mondanom, hogy a most idézett szavai Meloninak, hát legalábbis részben szétszúzták. Tudnék, Meloni elmondta, amit eddig is mindig elmondott, hogy ők is családbarátok, hogy keresztények, hogy nemzetiek, ezt tudtuk eddig is, ez nem meglepő. De ezekkel a mondatokkal a orosz 56-os értékelés kritikájával és a ukrán-orosz háború egyértelmű Putyin ellenes interpretációjával, hát nagyon világosan leszögezte, hogy jó, minnyáján keresztények, nemzetiek, családbarátok vagyunk, csak épp a legfontosabb aktuális politikai kérdésekben nem értünk egyet. Még csak egyetlen mondat, az meg szégyen, hogy az olasz miniszterelnöknek kell idejönni, hogy a putyini tankönyvet elítélje, és a magyar kormány tagok közül meg senki nem teszi. Hát hogy állunk? Üzenet volt ez, Kristóf? Szerinted már csak azért is, mert nem nagyon illett egyébként ide ez a pár mondat erre a konferenciára. Hát hogy nem is ide tartozott? Igen, abszolút, szerintem is egy üzenet értéke volt, és talán csak egy fél mondat arra, hogy hát miért kell Magyarországnak egy ilyen nagy országnak, mint Olaszországnak a szövetsége. Hát azért az utóbbi 13 év is úgy telt el, hogy ideig, óráig, de valamelyik nagy Európai Uniós tagállamnak a vezetőjével valamilyen fajta különlegesnek gondolt, vagy legalábbis az átlagnál egy jobb kapcsolatot ápolt. Németekkel például. Németekkel, ugye Merkel irának volt azért olyan időszak, amikor Orbán Viktornak kifejezetten jó kapcsolata volt. Volt pár hónap, amikor még Boris Johnsont is szerették, bár az ugye már a Brexit után volt, és volt azért pár év is, amikor mondjuk Sarkozyval volt talán kifejezetten jó kapcsolata Orbán Viktornak, most Melonit próbálta megtalálni. Csak ugye az a helyzet, hogy Magyarországon sokszor nehezen tudjuk elképzelni, hogy más országokban is nagyjából hasonló folyamatok zajlanak, mint ami Magyarországon zajlik, legalábbis abból, hogy persze a vezetőnek van valamilyen fajta, akár a miniszterelnöknek van valamilyen fajta értékrendje, van egy stratégiai, van egy kötődési rendszere a többi európai ország politikai szereplőihez, de hát azért van egy közvélemény, van egy választópolgári tömeg is, akinek neki meg kell felelnie. És azzal, hogy az orosz-ukrán háború kitört, és Magyarország egy különutas álláspontot követett, nem vehetlen, hogy akkor szakadt meg mind a V4-es országokkal, mint pedig Olaszországgal, frissen megválasztott Melónival is a kapcsolat, és amit valószínűleg nagy diplomáciai küzdelmárán sikerült valamennyire visszaépíteni, és ilyen semlegesebb témákban, mint nem az orosz-ukrán háború, meg nem az Európai Unió jövője, hanem legalább az, hogy a családpolitikában egyetértsenek, azért sikerült csak így idehozni Melonit, és nem lehet, hogy más európai vezető az Európai Uniós vezetők közül nem tette tiszteletét most sem, mint ahogy augusztus 20-án sem. Igen, szerintem is Meloni szavai, amiket valóban nem a szorosan vett témához tartoztak, de épp azért hangzottak el, hogy jelezzék, itt van egy hasadás a nagy politikai kérdésekben, és ezt a hasadást a demográfiai csúcs nem tudja összeforrasztani. No, ugorjunk egy témát. Gyurcsány Ferenc adott egy interjút a hvg.hu-nak. Nagyon sok mindent mondott, például, hogy a DK az ország egyetlen reménye, nyilván ugye a kormányváltásra, 20 évig kormányozna, mert hogy egy ciklus nem elég arra, hogy ő fogalmazott, hogy ellensen takarítani ezt a mocskot. A Fidesz egyébként már reagált is mindenre, azt mondja, a bal oldalon egy főnök van, Gyurcsány a neve, a magyarok őt már jól ismerik, továbbra sem kérünk belőle, ... Hollik István adta ki a közlemény. Szóval a DK az ország egyetlen reménye, mondja Gyurcsány Ferenc. Ha én lennék a DK-nek a vezetője, valószínűleg én is ugyanezt mondanám. Hát, szerencsére nem vagyok, de Gyurcsány Ferenc most megtette. Azért abban szerintem az érdekes volt, hogy jól rá tudott világítani szerintem Gyurcsány Ferenc az interjúban, hogy azért két versengő álláspont van itt a Fidesz leválthatóságával, leváltásával kapcsolatban. A kormány oldalon egy kicsit az értelmesebb kommentátorok azt szokták mondani, hogy itt egy teljesen szabad és tiszta verseny van, jobbnak kell lenni, kreatívabbnak, innovatívabbnak kell lenni az ellenzéknek, és akkor majd le tudja győzni a Fidesz. Míg az ellenzék oldal egy jelentős része ugye azt mondja, hogy hát itt gyakorlatilag részben egy médiadiktatúra van, részben a szabályok úgy lettek átalakítva, hogy nem leváltható a Fidesz demokratikus eszközökkel, Hatházi Ákos sokat szokott erről például beszélni. És nyilvánvalóan az igazság, nem feltétlenül gondolom azt, hogy politikában az arany középutakat kell megtalálni, de hát valahol a kettő között van, és Gyurcsány Ferenc talán erre rávilágított, hogy igen, van egy ilyen probléma, mint ami a rendszernek a körülményei, az ellenzéki pártoknak sokkal nehezebb ebben a rendszerben elérni bármit, mint korábban, de
saját magába is nézett, és szerintem az egy pozitívum volt, hogy ellenzéki vezető felismerte, hogy jobbnak kell lenni, alternatívát kell mutatni, és az alternatíva mögé ugye nem csak gondolatot érdemes rakni, ami ezért sok esetben szokott hiányozni az ellenzéki oldalról, de ugye erőt is meg kell próbálni tenni, és az, hogy a DK 20%-os, szerintem már valamilyen fajta erőt tudnak mutatni, legalábbis többet, mint az összes többi 2-3-4-5%-os párt. De valódi alternatíva, ez itt a kérdés, ahogy mondtam, a Fidesz reagált, nem olvastam tovább, azt mondja, a szemkilövető továbbra is itt van köztünk, most is ő a főnök, a külföldről pénzelt baloldal vezére, ő jelöli ki, merre van az előre. Ezek nem véletlen jönnek, ezek a mondatok, ahogy Márki-Zay Péter mellett sem Gyurcsány Ferenc jelent meg véletlenül. Szóval van, aki szerint Gyurcsány Ferenc inkább segíti a Fidesz hatalomba maradását. Egyébként maga Kövér László is azt mondta, hogy Isten éltesse nagyon sokáig egészségben, minél tovább, mert annál tovább lesz kétharmada a Fidesznek. Szóval a Fidesz is így gondolja valószínűleg. Kövér László szavainak megfelelően kommunikál a Fidesz, hiszen most sem ennek az interjúnak a lényegére lőtt, a lényegét elmondta, hanem megint elkezdte mondani, hogy júj, de csúnya dolog, csak egyetlen vezér van, mert a Fidesz oldalon tényleg annyi vezér van, hogy na, tehát ők aztán teljes joggal kritizálják, mondom ezt ironikusan. Nem azt kritizálja valószínűleg, hogy egyetlen vezér van, hanem hogy Gyurcsány Ferenc az egyetlen. Persze, na de ahhoz, hogy ezzel ő ijeszgetni tudjon, azt kell mondani, hogy más nincs is a terepen. Nos, a Gyurcsány interjúnak még egy valamiben azon túl, amit elmondott is egyetértek, van igaza, azt, hogy akár a DK, akár a többi ellenzéki párt, bármelyike pláne együtt, ha kormányon lennének, nagyon rövid idő alatt az Európai Unióval való áldatlan vitának véget tudnának vetni. Igen, és azt mondta, hogy két hét és hazahoznák. Ez nagy át, ha nem is két hét, de tényleg nagyon rövid időn belül ez meg lenne. És ez egy alapigazság. Nem véletlen, hogy erre nem tud felelni a Fidesz reagálása. Amit én... másképp fogalmaznék a helyében, noha értem, hogy miért mondja. Persze nem lehet majd, ahogy ő mondja, a romokat 5 perc alatt eltakarítani, ő úgy számol, hogy 20 év kell hozzá. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem, bár nem jó, ha azon versenyzünk, hogy Orbán Viktor 36-ig akar maradni, mi meg, vagy a DK esetleg 20 évig. Most igaziból az a kérdés, hogy mikor kezdődik az a 20 év, mikor állunk készen kormányváltásra, és ebből a szempontból igaz ugyan, és ebben nagyon sok munka és érdem van, hogy a DK az ellenzék legnagyobb, kimagaslóan legnagyobb pártja, de az interjú is utal rá, hogy egyedül a Fideszhez képest ez természetesen nem elég. És itt van az a félmondat, aminek nem örültem az interjúban, mondja, hogy most a két választáson, ami előttünk van, persze lesznek okos kompromisszumok, de nem fogunk Szatócs módjára alkudozni. Hát nem is szatócskodni kell, de az együttműködésnek legalább az önkormányzati választáson, a másikon már nincs realitása, valami módját ki kell találni. És ha a DK ellenzi az előválasztást, ami elhangzott, ellenzi szatócskodásnak nevezi a személyi megállapodást, akkor nem tudom, hogy hogyan. Tehát ezt át kéne gondolniuk. Azt is mondta egyébként az újságírónak, hogy önt, mármint az újságírót megtéveszti a látszat, mert hogy az ellenzék kiállt a próbát. Ez hogy értelmezett Kristóf például ezt a mondatot? Tehát milyen próbát állt ki? Egyrészt sok helyen tényleg felbomlott az ellenzéki összefogás, de azt mondja, hogy ez a látszat, ugye erre mondta, hogy a látszat. De hát azért 22-ben volt ellenzéki összefogás, és nagyon nyert a Fidesz. Mondjuk DK szempontjából értelmezzük, akkor érthető. Attól független szempontból lehet, hogy nem, de DK szempontjából igen, hát 2022 után a DK támogatottsága növekedett. 2022 után, amikor arról beszéltünk, hogy az ellenzék elaprózódott, az ellenzéken gyakorlatilag most már egyszereplős pártokból több van, mint ahány választóból lassacskán, akkor is maradt egy szereplő, amely tudta növelni a támogatottságát. Annak ellenére is, hogy hát nyilván a Fidesz és az összes többi ellenzéki párt is mindent elkövetett, hogy itt a Gyurcsánnyal rémizgesse a választókat, tehát mégiscsak van szervezet, láthatóan vannak a közönkutatási adatok szerint szavazók is, és azt gondolom, hogy hiába az árnyékkormány, én nem gondolom, hogy beváltotta volna egyelőre az ígéretét, azért most már egy egyéves árnyékkormányról beszélünk, és persze vannak alternatívák, de hát azért
nincsenek ezeknek az alternatíváknak vita fórumai, ahol mondjuk egy fideszes miniszterrel szemben a DK-s árnyék kormány lett volna, de nem mentek el. Tehát, hogy ebből a szempontból mondom, hogy az árnyék kormánynak kellene tudnia vitatkozni, és kellene tudnia győzedelmeskedni vitákban, hogyha nem győzedelmeskedik, mert nem vitatkozik, akkor lehet, hogy ebből a szempontból nem volt olyan sikeres, de maga a DK, mint szervezet szerintem abszolút erősödni tudott az utóbbi másfél évben is. A kérdés az, hogy ez mire lesz elég 24-re, le tudja uralni annyira az ellenzéki térfelet, hogy valóban az összes többi szereplőnek, aki még megmarad, 26-ban a DK-hoz kell valahogy csatlakoznia, vagy lesz valamilyen más mód. Én érteni vélem azt a mondatot, hogy az ellenzék kiállta a próbát. Szerintem itt nem a 22-es parlamenti választásra gondol, hanem az önkormányzatokra. Tudunk egy hét balhés helyről, senki sem örül neki, de azért az ellenzéki irányítású önkormányzatok többsége produkált. Szociálisan jobbat, mint a kormány. Erre mondta, hogy a látszatcsal, vagy hogy nem látja, nem lát a felszín mögé. Köszönöm szépen a beszélgetést.